Na sziasztok, nagyon jó, és ez egy újabb vágatlan epizód a Crafter szerveren. Itt van velünk Draxcorp, Sanyacraft, Makam is. Ki van? Noddár 86. Sztár vendég. Pont ezzel a könyvvel. Ezeket elrakom. Nem fogom tudni, mit kell csinálni. Na jó, visszaadok. Na, sziasztok akkor. Hello. Na, ne gyere csak Nodár. Egyébként Nodárról annyit érdemes tudni, az új nézőknek mondom, hogy ő alapította anno a Crafters, csak aztán időhiányában abba hagyta a videózást. Azt hiszem 10 000 fiatkozónál hagytad abba? Aha, kb. Húzd meg ezt a kart. Ja, ez ilyen Red Power-ös cucc? Funky Locomotion a neve, de ugyanaz a lényege, igen. Oh yeah. Végre ezt is berakták. Igen? Valami kimaradt. Micsoda? Hozzá. Nem! De! Ó, az mi az ott, az a nagy zombi? Ja! Nézd meg majd közelebbről a nevét! Szerelem, gyerek! De várjál, öljél meg engem, és akkor megkapod a repülőst. Kísérleti alatt. Valad, ölj meg, és akkor megkapod a... vagy adom a kardot. És akkor megkapod a Blaze formát, csak átváltozok Blaze-é, várjál. Oké. Okay. És aztán majd a hosszú U-val tudsz majd átváltozni. Öhetsz. Várjál, sírom a... ne a Treasure Plate-en pusztuljon el, oké, mehet. Oké, itt van a síron, meg minden. Oké, most a hosszú U-val át tudsz változni. Kardot megadod már oda le a földre. Craft, ez gyilkosság történt. A régi tag megölt az újat. Hát ennyi. Ja, átvettem a dominanciát. Ennyi. Na most már tudsz szépen, nézd meg közelebbre a nevét. Vagyok, most már ez az én videóm. Az igen! Nézd meg közelebbre a nevét, nem bántam úgy. Az a zombi az nem tud megölni senkit. Elfuss rád, kísérleti alany. Ezt milyen móddal lehet csinálni? Hát ezt a... befogod a zombit azzal a... mi az már? Safarinettel. Uh-huh. És hogyha berakod a anvilba, akkor át tudod nevezni, tudod. Na de mielőtt ezt megtettem volna, előtte benyomtam neki egy ilyen szurit, amiben ilyen óriás lesz. Ja. Nagyon beteg cucc. De már nem néz ki. Ja. Kis degenerált. Kis degenerált. Nagy degenerált. Legyen. Na nézzük körül majd, úgy se voltam így nálad. Akkor nézzük, ja, egy részét nem látták a átépítésnek. Elég rendesen átépült a dolog. Reaktor. Ezeket ja. Meg annó csinálgattam. Ezt ki is kapcsolom, mert ezért nem is kell ennek folyamatosan futnia. Majd jövök hozzá dolgozni, meg látom, nagyon le vagy maradva. Nem kell. Most még. Hoppá. És ez a nagy sárga cucc, ez minek az alja? Nagy sárga cucc. Itt, ami alatt repkedek. Az nagy sárga cucc. Aha. Nagy sárga cucc. Na, az olajtartár. Azt kérdezik. Ez zöld. Zöld. Fájna valami... Azt szerintem csak lazán szar a képernyőm. Ki tudja, Narinak a testnedvei ott szar a szétszórva, ki tudja. Jaj, igen, csináltam egy ilyen feljárót. A lifthez, a nézőknek mutatom. Akkor itt van a... egyelőre a bázis. Csináltam végre már egy Magnum torcsot. Ja, és egy kveddel, ugyanis most már a Magnum torcsot ezzel a kveddel kell csinálni. Nagyon örülök neki. Jó, plutónium. Csak lefele lehet jönni? Felfele nem? Nem raktál egy kort? Igazad van. Majd megoldom. Úgy voltam vele, hogy aki jön, az úgyis tud repülni. Yeah. És majd fent úgyis kikapcsolja vágat. De nekem nekem kézi irányítás, szóval nekem van ilyen a távirányítás. Na. Kapok egy ingyen ölelést a zombitól. Nagyon barátságos. Jaja. De azért jön utána. Hogy ez egy ilyen olajtartó. Igen, igen. Ja, kívülről nézted meg? Aha. Át kéne raknom be már, amit nem most szed, azt már kiszedte mindet. Összetörtem az alját és így rám folyt, úgyhogy eljöttem, hogy olaj. Ja, persze. Azért megnézem. Tényleg, madár egyébként, mi jó volt, engedted a... napjaidat. Egyetemre járok. Boldogsággal tölti el a lelkem. Voltak már jó kis egyetemi bulik? Na, vannak, az jó.
De így már érjük az éhákat, és... Az meg már nem annyira megy kellemes. Minden, aminek kell mennie. Tiszta szopóroller. Szopóroller? Hát muszáj megkérdezzem, mert különben a kommentekbe kérdezik meg. Fogsz-e még videózni? Nem. Mindegy, mert így is meg fogják kérdezni. Nem. Szerintem így is meg fogják kérdezni. Majd és ha lesz egy UHC? Ha lesz egy UHC? Hát attól függ, hogy mikor. Fogalmam sincs még én se. Most is nagyon meglepődtem, hogy így ráérek. Akkor legyen 10 perc múlva, most ráér úgyis. Ja. Hát sajnáljuk a nézőknek, hogy nem kezdjük. Tudtak most ezen az UHC-n részt venni. Igen, kezdhetjük. Várjunk, csak van helyem, jó van. Van, én megpróbálok beköltözködni és valahova. És mit is tanulsz te pontosan? Én a BMW-re járok a infomérnöki karra. Az igen. Részvétem. Igen, nekem is, mert programtervező informatikus voltam. Na ez kb. Az csak meg fizika is van mellette. Hát ahogy a... Ja, mérnökinfon is voltam, és az olyan. Aha, igen. Mérnökinfon kezdtem, csak utána átmentem programtervező infóra, mert én meg rüheltem a fizikát. Nem tudom te, hogy vagy vele. A fizikát én sem szeretem, de... Egyébként jó lesz ez. Remélem. Na hát akkor hajrá. Mennyi ilyen misztik virág van. Tehát ki tudja felszínen. Aha, ez nem tudom, ez milyen biom. Hol írja most ebbe az új fajtába. Savanna. Tele ja, van. De... Annyira messzire mentél? Úristen, ja, de teli van tényleg virággal egyébként egyébként. A nézőnek mutatom, hogy erről van. Van beteg. Ott van mellett egy külön virágbájom. De ez a szavanna, ez olyan, hogy minden második virág, ilyen botániás virág. Igen, ez a botánia, hát annak ahhoz kell is nagyon sok virágot szeretni. Ja. De egy időben nagyon szerettem, csak aztán nem meguntam. A botániát? Én egyáltalán nem értek hozzá be valami szintén. Én sokat szórakoztam vele, csak így, tudod, nekem azért lehet tipikusan az a mód, hogy így ölöd bele az időt, kifejlesztesz mindent, és így nincs semmi... amivel látszata. Így össze tudnád kötni a többivel igazából. Uh-huh. Tehát, hogy így én nem jutsz vele előrébb. De nagyon funky. Na, hát még nem éreztem szükségességét, hogy belekezdjek. Majd egyszer, mondjuk a liftet bezárom. Majd tényleg meg kéne csinálni egy alsót, el is felejtettem. Nehogy húzott legyen, mi bezárod a lift. Ja. Mennyi idő van még a hátra az egyetemben? Nekem? Neked nem azár, igen. Jó sok, most kezdtem. Ja, most azért hagyta abba a videózást. Hát nem most hagyta abba a videózást, csak arra felmondtam. De hát igen, már régebben vagytam előtte egyszerűen, csak már nem tudom, meguntam. Ja, azt hittem az egyetem miatt hagytad abba. Nem, most kezdtem, úgyhogy. Ja. De nem lett volna jó egy kis mellékkeresetnek? A videózás? Vagy egyáltalán nem is lett volna rá idő? Hát az idővel van igazából baj. Szívacs is nem sokára megy. Hát meg már előtte is igazából abba hagytuk, úgyhogy. Ha. És mit üzensz a nézőidnek? Nézőid? Ja. Sziasztok. Hát sok régi nézője néz. Mindig kérdezik, hogy nadára mi van. Nem tudom igazából, mit üzenjek már. Rég volt az, amikor meg tudtam beszélni videókban. Hát volt is még szerver is. Igen. Hát úgy kezdődött az egész. Hogy volt a Crafter szerver, és akkor elkezdtünk a szerveren felvenni ilyen tutorial videókat a szerverhez, hogy tudják használni az emberek. Ja. Hiszen igazából abból lett az egész dolog. De hát, hogy én meg milyen bunkó vagyok. Én meg a Crafter szerverre csak videósokat engedtem fel. Hát jó, de az annó nekünk egy ilyen olyan szerver volt, hogy én futtattam a szobácskámból. Aha. És tehát igazi házi szerró. Azaz, és úgy hányan, volt... Hány embert bírt el? 8-a, de Vanilla Minecrafton. és emlékszem, ilyen... az enyém is csak 6-ot bírt el, mert nem bírt többet a net. Igen, az volt a baj. És így, nem tudom, futott reggel 8-tól este éjfélig, és így ennyi volt a szerver. Amúgy tegézes, mert én is hasonlóan kezdtem. Voltak.
mi is hatan kezdtük, és én is nekik csináltam, tudod, szinte pont ugyanúgy kezdtem. Aha. Ez így szokott lenni. Itt valami szertartást csinálnak, valami lényeg. Vigyázz, azok megölnek. Macskos erősek. Megeszik, meg minden. Szereztem tőlük egy ilyen páncélt egyébként. Nagyon-nagyon brutálisan erősek tudnak lenni. Mit akartam? Crimson. Crimson Cold Boots. Megölik magukat a kaktuszon, és betom szedneniük van. De tényleg furra tartáltak. A kaktusz felé repülök, és akkor elég magukat a kaktuszon, mert csak kardjuk van, úgyhogy nem tudnak bántani. Én is szereztem tőlük egy csomó páncélt, már itt van az emerendszerbe. És valóban. Nézzük egyébként, megmutatom, hogy azért, tehát a felső szint, a plafon, meg látjátok, a liftet is átépítettem. Most a második szintet kezdem építeni, utána már csak a utolsó szint van, és aztán meg itt az alja, de már nem tartsam eddig. Sokan írtátok egyébként, hogy melyik az a wand, Sanya, amivel gyorsabban építek? Builder's wand. Builder's wand, szóval én azt a ez az olajtartályhoz, nem tudok beszélni, ahhoz használtam, köcsönkértem Betrától, de ide meg azért nem kértem, mert én el vagyok vele, tehát hogy mondjam. Szeretem az ilyen. Nem jön ki rész, max csak ilyen vágatlan. Igen. Én nem tudom, én valahogy imádom egyébként blokkossával felépíteni a dolgokat. Olyan, úgy érzem, hogy tettem is azért, hogy ez elkészüljön. A Builders Wanddal annyira könnyű lenne. Nekem is volt ez, hogy bontom a hegyet, bontom egyet, miért nem gépekkel bontom le, meg miért nem úgy építem, hogy valami gépeknek a segítségével. Ha már benne vannak a modban, az már nem csalásnak számít, akkor az már olyan, mintha kihasználom a modot. Hát azért igen. Kicsit másabb, mintha kézzel épített fel, és akkor látod, hogy hogy fog alakulni a dolog. Igen. Mintha... Nem tudom, így sokkal inkább úgy érzem, hogy tényleg az én művem. Na, nem akarok bejönni, mert nem akarok spoilerezni a holnapi részből. Az igen. Most mit csinálsz? Igen, csak nyírom a birkákat, meg szerem a búzát. Nagyon izgalmas lehet a néző. Mindjárt megyek felfedezni valamit. Jó. Jó, megnézem, hogy áll az Ender Glory. Nem tudom, hogy észrevetted-e, vagy láttad-e, Madár, hogy vettünk fel kettő Crafters-est. Nem követtem most már egy ideje. Most dolgokat. Most bíznek egy kicsit. De egyébként jól alakul az ő sorsuk is. Szépen lassan fejlődnek. Ja, meg ja, Vetrát is tényleg. Na, Vetra az meg nagyon jól áll. Igen, őt még tudtam. Az Vetra az rombol felfele. Felfele a számokra. Helyes. Nagyon szépen építkezik, brutálisan szépen építkezik. Viccen kívül majd tekerj bele a negyedik Crafters-es epizódban, amiben azt hiszem mágikus tökik a címe az epizódnak. Uh-huh. És ott láthatod a bázis, hát tehát... Ja, de emlékszem, hogy még a szervereken is mindig úgy volt, hogy igen. Épített, aztán mindenki csak ámult. Igen, jól emlékszel. Azt hiszem egy ilyen kikötőt, vagy mit csinált az első Chillcraft-szeron. Igen. Ilyen hajókat. Igen. Nem, vagy várjál. Volt hajója, igen. Csak nem akarom, hogy keverd azzal, aki azt a nagy modern hajót építette. Nem ilyen régi, ilyen fahajókat. Az. Tudom. Nézőknek mondom, hogy csak azért laggolok. Az Isten szerelmére. Szivatom magamat az ajtóval. Mert éppen most töltöm fel az egyik új epizódot. És nem akartam el leállítani, mert már így is már... mióta? 4 órája töltöm felfele, ugyanis a YouTube kitalálta, hogy... tehát... amit a YouTube mond, az úgy van. Tehát így gondolkozik a YouTube. Micsoda? Nekem a netem az tökéletes sebességgel működik. Tehát tudok ugyanúgy játszani, filmet letölteni. Tehát megnéztem speed testerrel is egyébként, tehát semmi lassúság nincsen az internetemmel. Sőt, még a feltöltés is, mintha gyorsabb lenne, mint amennyi szokott lenni. Ennek ellenére a YouTube az viszont úgy döntött, hogy nem, nekem nem gyors a netem, nekem sokkal lassabb. És ezért kiírta nekem szépen, hogy 3300 perc múlva tölti fel a videót.
Ami azért nem kevés nap. Jaja, nekem és... is volt az elmúlt napokban ilyen. Valójában egyébként azt a méretű videót, amit most töltök felfele, az 2 óra alatt fel kéne töltenie, és már most 4 óránál tartok. Úgyhogy most azért aggulok egy kicsit, mert nem akarom leállítani a feltöltést, mert akkor soha nem végzek. És muszáj volt most felvenni, mert sztár vendégünk van. Olyan. Nem más, mint Nadár. Hát ilyen sem lesz egy hamar szerintem. De nem baj, most bolyongok fel alá, hogy keresek valami szimpatikus helyet, de szerintem megvan. És akkor az elképzelhető egyébként, hogy maradsz is, ha nem is minden napra, de hetente vagy két hetente? Hát igen, lehet, hogy majd néha jövök, amikor éppen van egy kis időm játszani. Mert azért úgy van kedvem hozzá, meg minden. Egyébként lehet, hogy nem hallottál erről, de akkor mesélek most erről, és lehet, hogy a nézők sem, nézőknek sem esetlen még egyből ez a dolog, amit mi tevékenykedünk a szerveren, de itt cégek alakultak, és úgy adattuk meg a közös videózásokat, hogy mindig a másik cégénél segítkezünk valamit. Mindenféle hülye indokokkal. Tehát, értem, aha. Múltkor Sanya focizás közben kitört a Betrának a ablakát, és akkor le kellett dolgozni. Meg ilyenek. Meg van, hogy csak úgy elmész érted segédmunkásnak. Tehát, hogy gondolod, akkor majd lehet egy ilyen epizód, ahol majd esetleg te jössz el, vagy én megyek el hozzád. Jó, persze. És akkor ezáltal ugyebár levideózod a másnak a bázisát, érted? Tehát konkrétan ilyen rekláma sorozatban. Hát, nem tudom, hogy mennyit leszek amúgy, tehát azért ne számítsatok rám. Persze, mondom, de... hogyha 2 hetente vagy havont érsz fel, értem én, hogy mit mondasz. De hát az is egy ilyen, úgymond, extra epizód, aminek örülnek a nézők. De néha majd felnézek. Úgy, az úgy vállalható. Jó van. Előre félek, hozzám is jöttök itt valamit tönkre tenni? Miért olyan tökéletes a bázisod, hogy tönkre lehet már csak tenni dolgokat? Segíteni nem lehet? Hát de miért? Ablakot törsz be, csapdaállítás van, izé... Hát ez csak egy ilyen kis... Egy kis poénkorás az elején. Ja. Aztán úgyis helyreállítjuk. Ja. De lehet nálad akkor lyukkal fogunk menni. Mivel? Nyug. Ja, köszi. De helyreállítjuk. Amúgy van egy baromi jó ötletem. De akkor most már veletek nem tudom eljátszani, de muszáj elmondanom. Mit szólnátok azzal, hogy kikvariznánk egy csomó anyagot, legyártanak egy csomó gépet, mindent, és Buildcrafttal valakinek a bázisát egy az egybe lemásolnánk. És akkor... oda tépéznénk, és azt hinné, hogy az tényleg a saját bázisámmal, és meg felrobbantjuk. És akkor majd ott jaj veszik, hogy felrobbantottátok a bázisom. De valójában az csak a klón bázis. Kíváncsi vagyok, mennyire bírná a szerver. Ki bírná? Mert én Vergames-el nyomattam egy éneket, hogy bázisbontás, vagy helybontás, vagy másolás nem bírta. De a Buildcraftos másolat bírja. Az semmi. Meg nem kell olyan gyorsan csinálnia, hát nem kell annak maximum energiá mennie. Ja, hát nem is volt maximum energiá. De bírnia kell, hát nekem single player-be ment. Mivel érdemes kezdeni? A bányászással. Mindenképpen a Tinker Constructtal. Ja, az eszközök miatt vagy? Hát igen, mert hogy kalapáccsal könnyebben bányászol egyrészt, másrészt a smelterivel egyből tudsz tárgyakat duplázni. Aha. Meg az öntött ki a szerszámokat úgyis. Tehát a szerszámokat nem így is csinálni fogsz, mert az, tehát ennél a Tinkers-es szerszámok már nincs is hasznosabb. Az a háromszor a bányászás, háromszor három ásás. Ja, azokat tudom. Jó van, először keresnem kell valami anyagokat itt a földben. Igen, hát lehet itt a környék. Ebben az agyakot mindet felszedtem. Már agyakot. Ó, hát nem tudom, most elmentem 1500-2700-hoz. 1500... 500 és 2000...
700. Jó, te akkor DL-nek mentél. Jó, hát van, csak nekik arra senki. Randomba. Falut láttad? Több falut is láttam. Hát azt akartam mondani, hogy melyik falut. Érdekes, ami nagyon sok falut tőlem. Igen. Láttam egyet, amiben valaki élt, ha jól láttam, mert volt benne pár ilyen cucc, lerakva valami sén is, meg nem tudom mi. Nem, az alapból benne van, generálódik bele. Ja, de ilyen Realcraft-os cuccok voltak benne. Ha jól láttam. De arra nem lakik senki, hát makam, aki van ott... Jaj, várj, már Numeritas, nem tudjuk, hogy merre lakik. Akkor lehet, hogy Numeritas találod meg. Hello! És ő biztos, hogy vonatozik. Szia, Pahi! Yeah, hello. Aztán mit találtam még? Egy ilyen nagy szaharai falut. Aha. Ami viszont körül volt falazva. Igen, az van egy ilyen mod, ami automatikusan nem mindegyik köré, de a legtöbb köré ilyen falat emel. És vannak ilyen rendes őrök. Tehát rendes ijász őrök, meg kardos őrök. Aha. Védik a falusiakat szörnyektől. Elég leze. Egyébként Pahi, aki most itt van a TSN, az nem más, mint a Crafters alapító Nadár. Igen, hallottam híredet. Szia-szia! De jó, megint ugat a kutyaként. De mindig, amikor hallod, egész nap kurva nagy csendben van a kutya, amikor behozok, akkor... Tudja, hogy mire hozzá akarsz. Nem hallatszik szerintem. Nem? Nem hallatszik. Amúgykor kurvára belehallatszult. Ég a disznó, ég. Hogy áll a bázisod, Pahi? Jól. Azt mondja, mikor költöztek be a szerverre? Hát nem tudom még igazából. Majd csak egyszer. Nyugodtan jöhettek egyébként, és akkor legalább itt lesztek. Jó, akkor most megszavaztátok ezt most így? Persze, jöhetsz. Jó. Applied Energy Sticks az mennyire van. Használható? Mocskosul, mocskosul idegesítő. Nem drága, csak idegesítő. Aha, nem kezdek bele, mert látom, itt vannak a kristályai. De azt hallottam, hogy több szenvedés, mint amennyire jó. Igen. Na, hát eleinte láda is jó. Viszont azt is jól hallottam, hogy a Red Powernek valami klónja bekerült, amiben benne vannak az ilyen csövek, meg ilyenek. Igen, Project Red a neve. Oh, a logikai része benne van. És a csövek? Engem az az egy dolog, amit nagyon szerettem. Milyen csövek? Melyik csövek? Amelyik okos volt, nem olyan, mint a Buildcraft. Tehát van ugye a Buildcraft cső, ami csak így tolja az anyagokat, és van ez a... Volt a Red Power, ja, az nincs benne. Csöve. Tudom, mire gondolsz, de... Amit azt hozzátenném, hogy a Buildcraft is már olyan okos, mint a régi... tehát lehet színezni, ugyanúgy tudod, hogy azt tudom, de hogy én azt a tulajdonságát szerettem, hogy nem úgy megy, hogy így megy előre és belemegy az első, mármint, hogy megy és aztán valahol kidobja, nem csak akkor indítja el, hogyha van hova menni, mindig a legközelebbi megy, meg ilyenek. És akkor lehetett bármeddig elágaztatni, mert nem random megy az elágazásba, hanem mindig ilyen logikusan. Nem nagyon Buildcraftoztam most, de sokat okosítottak rajta. De egyébként van most egy sokkal jobb rendszer, az Enderio-nak a vezetékei. Tehát úgy kezded, hogy három különböző csövet tudsz egy ágon vezetni, meg ilyenek. Uh-huh. Hát ilyen nagyon okos tudsz az is. Ja, nem akartam givelni magamnak. Te cheater! Ezzel hogy nézzem meg a receptjét dolgoknak? Nyom meg az Escape-e, nem, E-betűt, bocsánat, E-betűt, Options. És itt a NEI-ben a globál kapcsolt be, és aztán ásd át ott a inventory részen a cheat módot, recipe módra. Ó, oké, megvan. Ó, fasza, köszi. Nincs mit. Amúgy nem is annak akartam megnézni a receptjét, amit... De mit adnod be? Valami lámpát. Hogy? Nem értem. Mert a Project Red-re kerestem rá. Ja, igen. És lassan töltötte be a cuccokat. Még nem akarok méhezni. És kell a slime-ból. Az úgy jó, hogyha King Slime-ot a saját csákány, vagy az éve pikexével ütöttem, mert nem volt akar. Még lezzük. Ja, kreatív. Mennyi ideje veszünk fel, Sanya? Tudhatnám én.
Ja, te is veszel fel. Fali meg tudod... Ja. Szerintem csak Draxkor tudja megnézni nekünk. Nem tudom megnézni, mert én meg most nem veszek föl. De meg tudod nézni a TSM-t, hogy mikor indítottam. Mikor indította a Arion felvétel. Nézem meg a TSM? Aha. Van komputerra. Annyi azt mondom, nem ott időzítőt állítsak be. Command Computer, az mi az Isten tud? Ez olyan, mint a Command Block. Jó kérdés. De ha jól tudom, engedélyeztem a Command Blockot. Azt mondja, 5 óra 38-kor. Na jó. Úgyhogy 24 perce. Hát akkor még nagyon jó, még délben. 40, mert most van 6 óra 4. Ja. Kurvan. Jó van. Elvileg vett ráig, meg magam csak holnap fog ráérni a közös videózásra. Ja. Yeah. Mit szólsz, Drag? Oké, én is jövök. Á, nagyon király. Ez a beszéd. Viszont én félek előre, mert vasárnapra mocskosul nagy vihart mond. Igen, igen, azt én is hallottam. Az miért baj? Neked rosszabb. Áramszünet, net elmegy, soroljam még. Milyen helyen raksz? Hát faluban. Hogy mit szóljuk a kollégiumba? Hát igen. Amúgy Pahi az ilyen mágus, tehát nem is tudom, hogy hat laknak egy szobába. Az komoly. És úgy is tud videózni. Még itt ilyen szar kifogásokat mondunk, hogy jó. Jó videós, mindenhol tud videózni. Persze, ott vannak a háttérben összekötözve a kipeckelt szája. Mit kellett ezen hallani? Elhangzott az igazság. Én leszek a megmondó ember nevét. Ah, megmondó ember. South Parkban volt, vagy miben. Abba volt, nem? Ahogy úgy, ja. A megmondó ember. Sose csinált semmit, tehát tudott repülni, szuper ereje volt, meg minden. De soha nem segített senkinek, csak oda repült, és azt mondta, hogy hát ezt úgy kellett volna építeni, hogy le tudjanak menekülni a emberek. Nagyon köcsek volt. Megmondó ember. De azt bírom, amikor feladta a hivatását, akkor meg így mondták el a riporterek, hogy hol van most megmondó ember, megmondja, hogy hogy csináljuk. Istenem, a hülyék. Faktori blokkot kell építenem. Ah, van laggom egyébként. Tényleg meg most kellett volna fejlődni. Tegnap most kellett volna feltölteni. Látod, én megmondtam. Tudom, Draxcorp szólt gyerekek előtte. Én még úgy voltam vele, hogy nem! Látod, itt én voltam a megmondó ember, és igen. Ennyi. De utána kell megmondani. Megmondó ember úgy működik. Hát akkor most utólag szóltam most így utána, hogy... Na. Vagy na. Úgy, de gyorsan kéne ez a két fa. Ez most... Beleősz fel, nem. Mi az Isten, valaki repül a bázisomban? Az Draxcorp, mi? Nem. Te szoktad denevérre röpkedni? Ez nem. Fahi? Én itthon vagyok. Akkor meg egy denevér, hát ennyi. Akkor ez Draxcorp. Hát van sisakja. Ez azt megkaptam a kor. Akkor mi a denevérnek tudom én ki. A denevérnek nincsen. Mi? Ez mi? Ez tényleg egy denevér? Tényleg egy denevér, hát. Van ilyen hetsz mondatok, vagy mi most láttam. Aha. Megkoronáztam. Magamat úgy néz ki. Ez itt csak. Mi nem látszódik a korona? A korona nem látszódik. Ó, neked koronád is van, tök jó. Hát úgy néz ki, most szereztem, de hát nem. Nekem csak izén van, Dragonborna sisakom. Szívasnak kéne. Ja. Mindjárt mi nézzük Donkartársam, hogy néz ki a korona. Megy a kvarcia, mert tényleg elfogyott. Most viszont is adott. Mennyi zombi. Milyen király vagyok. Jaj, ne. De. Megint ne. El akarod lopni a cukorin. Ne. Soha nem fogok visszajutni. De ne aggódj, mert van sír. Visszaváltozok. Hol is maradt ki? Ja, pont ott. Azt mondták, hogy jöjjön meg ez a zombit, és akkor át tudok változni. Ilyen olyan zombivel. De azt leveled meg, mert ez egy félre sem
kapcsán egy ebben az epizódban ki is próbálom akkor a kinézetét. Melyek a lapás, lehet, hogy gyorsabban megölöm. Megölöd? Még ezt se találom. Megölöd a kis kedvencedet. Az igen. Ezt kapt ki. Elkezdett égni a másik lapáccal a instant kiégetés. Az meggyújtja az ellenséget. Persze, igen, igen. Hát én most azzal öltem meg a disznókat, hogy kapjuk sült hús. Remélem nem a tűzöli meg, hanem én. Ez az! Elleg át tudok változni. Jelsú. Nézzük. Elposerált. Kísérleti lany. Hát, hogy ez az Orion zombival átváltozok, arra kíváncsi ezek. Hé! Nézd meg, el is van nevezve! Elposerált kísérleti lany. Igen. Megkapod a nevét is. Úgy, amikor úristen! Kurva nagy vagyok! Kurva jó. Hallod? Megyek! Látom a első szintet. Majd, hogyha elmentél, akkor majd kapcsolat vissza a liftet. Jó. Az komoly. Nem is tudom megnézni magam azt szerintem. Legalább nem kell repülni. Tényleg? Sokkal könnyebb az építkezés. Rakjál már egy blokkot, hogy milyen magasra rakod le. Nem érem el! Nem érem a padlót. Micsoda? Nem érem el a padlót. Az komoly. Kurva jó. Oldalra. Milyen magasra rakod a blokkot? Sanya! Üsd agyon, nekem is lesz ilyen skinet. Nem tudok építkezni, mert tudod, nem úgy működik a látótávolság, tudod, a morgban. Nem enged építkezni. Igen. Csak azért mondom, hogy magad leraktál volna egy blokkot, és akkor milyen magasra dobja le ezt le. Arra csinálni kéne egy csomó ilyen, tehát mindenki átvenni ezt a kinézetet. Aztán valami numeritás például, ő nem is tudja, hogy van egy ilyen zombi a pincében. Így a bázisát így megkörnyékezni. Én Orion zombiként. A kard látszódik egyébként? Nem. Csak nem látszik semmi. Nem látszik semmi, csak a kezem mi? Aha. Nem meg a sapkád. A korona is látszódik. Aha. Király. Na hát akkor megöltük szegény pointit. A liftet küld már fel, légy szíves. Tudom, már az előbb is mondtad. Majd a liftet küld már fel, légy szíves. Oké. Okay. Majd a liftet küld. Adok egy blokkot, hogy beszóruljon a lift. De, na, megyek, ne dőlök varcia. Tedd azt. Egyébként szerintem lejárt az időnk, nem? Hát a te időd lehet, hogy lejár. Na, egyébként remélem örültetek egyébként, kedves nézők, hogy újra halltátok Nodárt, és látottátok. Nem beszéltem valamit. Igen. Köszönöm szépen. Ismételni. Hát azért sok mindenre kikérdeztelek. Meg fogjuk ismételni kb. 3-4-5 évente. Igen. Amúgy a grape-ből hogy szedem ki a cuccaimat? Amiből? Tétütötről. Na most nem mindegy. Sziki. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet és sziasztok. Sziasztok.